A Google egy 2010-es algoritmusa szerint több mint 129 millió könyv létezik. Mármint nem nyomtatott darab, hanem ennyi különböző történetet írt már meg az emberiség. A nyomtatás és a könyvek elterjedése óta az olvasás a mindennapjaink szerves részévé vált. Századokkal ezelőtt sokan leélték az életüket anélkül, hogy egyáltalán láttak volna könyvet, de szerencsére mi már szinte el se tudjuk képzelni az életünket nélkülük. Mindenki olvas. Ha más nem is, legalább az iskolai tankönyveket és a kötelezőket, de valójában ennél sokkal többről van szó. Az olvasás szórakoztat, kikapcsol, és annyi területen fejleszti az agyat, hogy azt el sem tudod képzelni. Színesíti a világképed, a személyiséged, és az élet szinte minden területén jobbá válsz általa. Sziasztok! Donát vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10 dolgot, amivel az olvasás jobbá tesz titeket, és amiért ne akarjátok, hogy ez a fantasztikus dolog kimaradjon az életetekből. Sok ember számára a könyvek ihletet adnak és motiválnak az életben való előrejutásra. Most nem is csak az önsegítő könyvekre gondolok, bár ezek csinálják a legkonkrétabban. Számtalan embert inspirálnak sikeres emberek, mint például Steve Jobs vagy Elon Musk, és a róluk szóló könyvek remek motivációt adhatnak a mindennapokhoz. Formálják a világképedet, hogy hogyan állsz neki feladatoknak, és hogy hogyan küzdöd le az akadályokat. De szerintem ennél még több is van bennük. Nem is kell konkrét létező sikerekről olvasnod. Egy fiktív történet hőse, és az, ahogy átéled az ő megpróbáltatásait és tetteit, épp olyan motiváló lehet, mint a világ leggazdagabb emberének életrajza. Az olvasás melletti talán legfontosabb és mégis legegyszerűbb érv, hogy szórakoztató. A csak az nem szeret olvasni, aki még nem találkozott igazán jó könyvvel, unalomig ismételt szállóigében bőven van igazság. Több mint 129 millió könyvből mindenki találhat magának megfelelőt. A történelemtől a horrorig, a matematikától a fantasyig egyszerűen nincsen olyan téma vagy terület, amiről ne olvashatnál. Teljesen más eszközökkel mond el egy történetet, mint egy film vagy egy játék, és éppen ezért egy semmihez sem hasonlítható élményt nyújt. Egy könyv elolvasása a legtöbb esetben minimum napokig tart, nem csak egy pár órás szórakozás. Épp a hosszabb időtartam és terjedelem miatt több ideje van mesélni neked, aminek az eredménye mélyebb történet, mélyebb karakterek és jobban felépített világok. A jó könyv kiragad a valóságból és teljesen magával repít, legyen szó fikcióról vagy ismeretterjesztő olvasmányról. Ha találsz valamit, ami érdekel és aminek a stílusa tetszik, garantáltan nem fogsz közben unatkozni. Egy könyvnek talán az első mondata a legfontosabb. Az írók tudják, hogy az a pár szó teljesen a könyvhöz tudja láncolni az olvasót. Fel kell kelteni az érdeklődést, hogy tudni akart, hogyan végződik a történet. És ha már itt tartunk, beszéljünk pár szót a mai videó szponzoráról. Az ország egyik legnagyobb könyváruháza, a Bookline, egy nagyon jó kampányt indított. Szeretnék minél több emberrel megkedveltetni az olvasást, amivel mi abszolút egyetértünk. Ezt nem egy viszonylag unalmas, sablonos kommunikációval próbálják meg, hanem egy szerintem király ötletet használnak fel. A hashtag első mondat kampányukban kíváncsiak arra, hogy a te kedvenc könyved hogy kezdődik. Ahhoz, hogy ezt tudasd a világgal, csak írnod kell egy posztot benne a szívedhez legközelebb álló könyv első mondatával, és ezt a posztot el kell látnod az első mondat hashtaggel. Ha kíváncsiak vagytok a miénkre, Márk és én is kiposztoltuk már Instára. Sőt, ezzel a mondattal még nyerhettek is. A Bookline egy nyereményjátékot hirdetett a weboldalukon, úgyhogy megéri közvetlenül velük is megosztani a kedvenc könyvetek első mondatát. E-book olvasót, könyvcsomagot vagy épp nagyon menő bögréket is nyerhettek. Link a leírásban. Csapassátok! Persze, a Bookline-on kívül mi is kíváncsiak vagyunk nektek, mi a kedvencetek, úgyhogy ha már netre eresztitek a mondatot, itt kommentben is írjátok le. Lássuk, hogy kezdődik a te történeted. Nem csak a testednek van szüksége a mozgásra. Az agyad is igényli a munkát, hogy megfelelően és gyorsan tudjon működni, ehhez pedig az olvasás az egyik legjobb módszer. Én nagyon szeretem a logikai játékokat, de olvasás közben nem érzem azt, hogy bonyolult feladványokkal kellene küzdenem. Nem erőltet semmit, csak követem a történet eseményeit, és mégis kevés olyan tevékenység van, ami ennyi részét dolgoztatja meg egyszerre az agynak. Olvasás közben az agyad folyamatosan új információkat kap, dekódol és feldolgoz, és ez az információ nagyon könnyen rögzül. Amit olvasol, sokkal jobban megmarad a fejedben, mint az, amit a tévében látsz. Nem számít, milyen témában olvasol, még egy teljesen fiktív történet is olyan hasznos plusz tudással ruházhat fel, amiről nem is sejted, milyen váratlan helyzetekben jöhet még jól.
Szorosan az előzőhöz kapcsolódik, hogy az olvasás nagyon jól fejleszti a memóriád. A sok apró részlet, amivel egy könyvben találkozol, mind segíti az agyad abban, hogy jobban oda tudjon ezekre figyelni. Ha viszont rendszeresen olvasol, nem csak aközben fogsz tudni jobban emlékezni a részletekre, hanem az élet minden területén. Élénkebb és részletgazdagabb emlékeid lesznek szinte bármiről, ahogy az agyad megtanul egyre több infót tárolni. Viszont nem csak a hosszú, hanem a rövid távú memória is javul. Ahogy olvasol, egyszerre sok dolgot tartasz észben. Folyamatosan visszaemlékezel pár oldallal korábbi dolgokra, és ez szintén segít a való életben is. Nem csak több minden lesz a fejedben, de gyorsabban is fogod tudni előhívni és használni azt. A sok agytorna mellett nézzünk valami kicsit kézzelfoghatóbbat. A lefekvés előtti olvasás egy kiváló kis rituálé, amitől jobban fogsz tudni aludni. Azáltal, hogy a könyvre koncentrálsz, elfelejtkezel az aznap történt dolgokról, és nem pörög az agyad a másnapi teendőkön. Sokkal jobban ki tud kapcsolni, mint egy fényes képernyő, ami kifejezetten rosszul hat lefekvés előtt. És mégis rengetegen telefonoznak az ágyban. Az olvasás lelassít, megnyugtat és fárasztja a szemed, amitől csak még könnyebben fogsz álomba zuhanni. Ráadásul, ha rászoksz a lefekvés előtti olvasásra, az agyad automatikusan tudni fogja, hogy közeledik a pihenés ideje. Idővel csak még könnyebben fog menni a dolog, és nem forgolódsz majd annyit, mikor már bőven aludnod kéne. Oké, talán kicsit felszínesen hangzik, de az olvasás nem egy drága mulatság. Elsőre talán rémisztőnek tűnhetnek a szembejövő könyvárak, de még azokkal se jársz rosszul. Hasonlítsd össze például a mozizással, ami egy 2-3 órás program. Ezzel szemben sokan hetekig vagy akár hónapokig olvasnak egy-egy könyvet. Ha összeszámolod, hány óra kell ahhoz, hogy átrágd magad 400-500 oldalon, az a pár ezer forintos ár nem is annyira sok. Főleg, hogy a régebbi darabok jóval olcsóbbak. Senki sem kötelez rá, hogy mindig a legfrissebben megjelent új bestsellereket vedd magadhoz, szóval a régebbi darabok még jóval olcsóbbak is ennél. A könyvek tartalma nem igazán megy ki a divatból, nem évül el és nem válik kevésbé jóvá, ahogy telik az idő. Sok trend változik, de a könyvek nagy része elég jól állja az időpróbáját és mindig releváns marad. Azt mondom, megéri ebbe fektetni. Megszámlálhatatlanul sok inger ér minket nap mint nap. Bombáznak az értesítések, reklámok, hirdetések, miközben folyamatosan a tennivalóinkon gondolkodunk és tervezgetünk. Mindenkinek szüksége van egy olyan nyugis időszakra, amikor ebből ki lehet szakadni, amikor megfeledkezhetsz az egész világról és csak egy adott dologra kell koncentrálnod. Ehhez pedig szintén az olvasás az egyik legjobb módszer. Akár ismeretterjesztő könyvet olvasol, akár egy science fiction novellát, olvasás közben átadod magad az élménynek. Azzal pedig, hogy ezt az állapotot minél gyakrabban átéled, az élet minden területén jobban fogsz tudni koncentrálni. Akarva akaratlanul megtanulod kizárni a külvilágot más cselekvések közben is. Jobban odafigyelsz majd a munkára, a tanulásra, de akár még egy baráti beszélgetésre is. Kevés hordozhatóbb eszköz van egy könyvnél. Ha már volt róla szó, hogy a könyvek a szórakozás egy nagyon univerzális forrásai, ejtsünk szót arról is, hogy mennyire könnyen hozzáférhetőek. Egy könyv nem sok helyet foglal, könnyű és nem fogyaszt áramot. Nem tud lemerülni és kifejezetten jól bírja az ötykölődést és a megütődést. Ideális utitárs bárhova indulsz. Egyre több embert látok olvasni tömegközlekedésen, ami egy remek módja a kis holtidő eltöltésének. 10 percre épp úgy elő lehet kapni egy könyvet, mint 2 órára, és bár nem fogsz tudni úgy belemélyedni, szerintem sokkal kellemesebb elfoglaltság, mint a szembeülőt nézni, ahogy a telefonját nyomkodja. Talán a legegyértelműbb előnye az olvasásnak, hogy fejleszti a nyelvtudásod. Most ne kapásból az idegen nyelvekre gondoljatok, hanem bizony a saját anyanyelvedet is jobban fogod tudni beszélni. Egy kutatás megmutatta, hogy egy gyerekkönyv másfélszer annyi különböző szót használ, mint egy gyerekeknek szóló tévéműsor, és szerintem a könyvek fölénye a felnőtteknek szóló tartalmakban is megjelenik. Egy őrkény egypercesben nagyobb szókincs található, mint egy egész való világ évadban. Minél többet olvasol, annál több szóval fogsz találkozni. Ezek tudatalatt is beépülnek a szókincsedbe, és hatékonyabban fogod tudni kifejezni magad. Gyorsabban formál majd az agyad koherens mondatszerkezeteket, de jobb leszel mások mondani valójának gyors megértésében is. Egyértelmű kapcsolat van a munkában való sikeresség, és aközött, hogy mennyire könnyen és magabiztosan fejezed ki magad. A beszélt nyelv sikeres használatán túl viszont majdnem minden, amit az elmúlt 10 percben elmondtam, hozzátesz a megítélésedhez és az önbizalmadhoz. Ha gyorsabban vág az eszed másokénál, több ismerettel rendelkezel, és jobban tudod azt használni, valamint előadni, elkerülhetetlen, hogy javuljon az önértékelésed is.
Az olvasás amellett, hogy motivál és akaraterőt ad, fejleszti a memóriád, az intelligenciád, a tudásod, a nyelvi és probléma megoldó készségeid is. És ezek együttese által hatalmas pozitív hatása lesz az önbizalmadra. Szóval azt javaslom, fogjatok egy jó könyvet, és hajrá! Én megyek is olvasni! Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról.